Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, itt a templomban és otthon a képernyők előtt. Keressük ki énekünket, amelyik a 89. Zsoltárunk lesz, annak az első versét énekeljük most, 89. Zsoltár első versét. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelének a 4. fejezetéből, a 8. verstől kezdődően a 20. verssel bezárólag a következőképpen. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább, Isten ismert meg titeket. Hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek, vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek rólatok, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgolkodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgolkodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgolkodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek, gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és más hangon beszélni veletek, mert bizonytalanságban vagyok felőletek. Gyertek, imádkozzunk! Megállunk, Urunk, a Te igéd előtt, és könyörgünk azért, hogy be tudjuk fogadni azt, amit mondani akarsz nekünk. Olyan nehéz nekünk csöndben lenni, olyan nehéz nekünk kilépni a saját gondolatvilágainkból, a vágyaink közül, a félelmeink közül, a terveink közül, vagy a szorongásaink közül.
És olyan jó rácsodálkozni arra, hogy te jössz hozzánk, hogy te úgy adod magadat, hogy közben hasonlóvá leszel mi hozzánk, hogy felöltöd magadra testünket, hogy megosztod velünk életedet, kenyerünket, italunkat, hogy magadat adod egészen, hogy te légy a mi kenyerünk és a mi borunk. Csodálsz, Urunk, ahogy rád nézünk, ahogy egészen nekünk ajándékozod magadat, és nem magaddal törődsz, hanem azzal, hogy nekünk mi a jó. És Urunk, kérünk ezért az ajándékért, lelkednek munkájáért, hogy hagyd tudjunk mi is most hozzád hasonlóvá formálódni. Jöjj, élő Szentlélek Isten! Áradj szét közöttünk, itt a templomban és az otthonainkban, magányosságunkban, vagy éppen családi közösségünkben, a csendben, vagy éppen a hangzavarban, ami körülvesz minket. Áradj szét, és töltsd be bennünket, hogy nem magunkra maradjunk, hanem hadd tudjuk élni azt az életet, amit te akarsz nekünk adni. Kérünk, légy most velünk, közöttünk. Kegyelmed szerint. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 459. dicséretünkkel. 459. dicséretünket énekeljük végig valamennyi versével az Isten bárányára, letészem bűnömét. Thank you.
Nem tudom, testvérek, ti hogy vagytok ezzel az énekkel, de én valahányszor ezt éneklem, mindig az úrvacsora jut eszembe, és érzem a számban a bornak az ízét, meg a kenyeret is, és adja Isten, hogy ez a közösség, ez átjárjon ma bennünket, az ének kapcsán is, a lélek által, az Isten igéje formáljon minket az ő képére. Az alapigénket olvasom az előbb felolvasott igerészből, Galatákhoz írott levél 4. fejezetéből, a 19. verset olvasom csak most újra. Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. És ebben a mostani időben úgy látom, hogy felvirágzott a levelezésnek a műfaja. Kénytelenek vagyunk távolból megosztani mindazt, ami velünk, bennünk történik egymással. És még akkor is, hogyha ez már nem postai úton történik, hanem fénysebességgel, drótpostán keresztül érkezik meg ezek a levelek, vagy éppen üzenetek egymáshoz, akkor is érezzük, hogy nem pótolja a találkozást. Az más, amikor élőben vagyunk egymással. Nem vagyunk ezzel együtt, egyedül a történelem folyamán, és amit most felolvastunk a Galatákhoz írott levélből, az egy levél részlet. És ugyanezt a levél hangulatot érezzük rajta, hogy milyen más ez a levél részlet, mint akár egy mózesi törvény részlet, vagy egy történeti könyvnek az elbeszélése, de még az evangéliumokhoz képest is más a felolvasott ige szakaszunk. Nem vagyunk ugyanis hozzászokva ehhez a hanghoz, ami megszólalta a Galatákhoz írott levélben, annyira személyes, annyira őszinte, egyszerre kemény és ugyanakkor gyengéd. De nem csak a személyes hangvétele különös ennek a levélnek, hanem a tartalma is, az is, amiről ír. És a múlt héten egy titkot feszegettünk, azt a titkot, hogy Istennek mi a terve a világgal és az emberi élettel, és három kulcs volt a kezünkben, ami ezt a titkot nyitja, Istennek a szentsége, az igazsága és a szeretete, amire meghív bennünket, hogy ebben éljünk. Ez az Isten eredeti terve az életünkkel. És talán emlékeztek arra is, arra a megállapításra az igehirdetésből, hogy a keresztény vallás az nem olyan vallás, mint az összes többi vallás. Igazából azt is félve, de merem mondani, hogy nem is vallás a keresztény hit. Mert hogy nem úgy épül fel a mi hitünk, hogy küzdve küzdj, és a végén bízva bízzál, hogy majd a mennybe jutsz, és nem pedig a pokolra fogsz kerülni. Nem ez a hitünknek a mozgató ereje, hogy igazolj, töltsd be mindent, tartsd be a parancsolatokat, és akkor majd a végén az üdvösségben lesz részed. Épp fordítva, minden azzal kezdődik, hogy az Isten megbocsátott. És ez az az első hír, amivel nekünk dolgunk van, amivel szembe kell néznünk, hogy minden nép között hirdetni kell a bűnbocsánatnak és a megtérésnek. Isten megbocsátott, szabad vagy hozzátérni, szabad vagy vele élni, mert ő már elfogad téged. Fantasztikus ez az üzenet. Fantasztikus, hogy a szentség, az igazság és a szeretet az nem majd egyszer valamikor lesz a miénk, hanem már most a miénk lehet. József Attilával szóval hadd mondjam így, az Isten ott állt a háta mögött, s én megkerültem érte a világot. A Galatákhoz íródó levél erről a fantasztikus örömhírről és kegyelemről szól, és azért születik meg ez a levél tulajdonképpen, mert annyira különleges ez a hír, hogy 2 perc alatt hamisítani kezdik. Alig telik el néhány év, néhány nap, néhány hét, és mégis meghamisítják ezt az üzenetet. Azért születik a Galatákhoz írott levél, mert elhangzik az üzenet, és 2 perc alatt mással lesz, minden megváltozik, meghamisítják. Annyira különös a keresztény hír, vallás, hit, hogy alig bírjuk megtartani ennek a különlegességét, úgyhogy ne hasonuljunk abban a pillanatban mindahhoz, ami körülöttünk van. A Galata levélnek az elejéről hadd idézzek néhány verssort, hogy érezzük Pálnak az indulatát, hogy a hamisítással, hogy változik meg, ahogy az emberek
elkezdik a környező valláshoz alakítani a keresztény hitet, milyen indulat születik benne, az első fejezet 6.-7. versét olvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Pedig nincsen más evangélium, de egyesek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Vagy a 3. fejezetnek az első verseit olvasom, ugyanez az indulat és ugyanez a magyarázat szerepel itt, amiért levelet kell írni a Pál apostolnak. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján. Ennyire esztelenek vagytok, amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? A kísértés, ami mindig leselkedik a mi hitünkre, a mi vallásunkra, az az, hogy az Isten örömhírét, hogy már megbocsátott, hogy már szeret, ezt mi megfelelésé formáljuk át, ezt mi feladattá, törvénnyel alakítjuk át. És azt mondjuk, hogy a mi dolgunk, hogy betartsuk az Isten törvényét, hogy majd szeressen bennünket. Hát ezzel a kísértéssel találkozott Pál apostol is a kezdet kezdetén, és az a gyülekezet is, vagy azok a gyülekezetek, amelyek Galácia tartományában olvashatták Pál apostolnak ezt a levelét. És a mi kísértésünk is ugyanez, hogy ahelyett, hogy fürdeni tudnánk ebben a különös örömben, hogy az Isten lép mellénk, és ő szeret bennünket, ahogy vagyunk, ahelyett mi állandóan megfelelést játszunk, és állandóan manipulálni akarjuk Istent, hogy rávegyük arra, hogy azt csinálja, ami szerintünk majd jó lesz. Miközben ő hívott meg, hogy éljük az ő életét, és az ő élete bennünk élhessen tovább. A hangsúly nagyon fontos. A kereszténység Istennek a története az emberrel. Ahogy Isten lép be, ahogy Isten ismer meg minket, és hív meg a vele való életre, a feltámadott életre Jézus Krisztussal. Ha mi vesszük kézbe a hitünket, ha nem ez a hangsúly lesz, hanem az ember lesz a hangsúlyos a mi hitünkben, hogy mit kezdünk az evangéliummal, akkor azt hiszem, hogy óhatatlanul is az érettségi modelljét kezdjük el követni, hogy tudnélik, hogy lehet befogadni évezredeknek a történetét, hogy lehet megismerni és számot adni évezredek kulturális örökségéről, tudomány, technika fejlődéséről, vívmányairól, hogy értsük mindazt, ami ma körülöttünk zajlik. Csak apránként lehet, csak tantárgyanként lehet, csak témakörönként lehet, csak tételenként lehet haladni és megismerni mindezt, mert olyan befogadhatatlan, hogy elveszünk benne. Kedves érettségire készülök, ha eddig nem tanultatok semmit, nincs különösebb mondani való, ne tanuljatok már, nincs értelme. Ennyit nem lehet egyszerre befogadni. Az evangéliumra akarom ezt példának mondani, hogy ne ezt csináljuk, hogy felszeleteljük apró részletekre, mert az egész olyan hatalmas, hogy befoghatatlan, majd apránként megvalósítjuk. Nem ez az evangélium útja. A csoda az, hogy Jézus odalép a tanítványai mellé, és azt mondja, hogy itt vagyok, én élek, és ti is éltek. És vegyetek szent lelket, és fogadjátok az életet tőlem, mert én bennetek akarok élni. Mindenestől. Hihetetlen, hogy nincs belépési feltétel, csak következményei vannak. Szentség, igazság és szeretet. A különbség, hogy mit jelent a vallás, és mit jelent ez a keresztény hit, ennek a szabadsága, hadd olvassam azt, ahogy megtér a Galácia beli egyik gyülekezet, Lisztrának a történetéből olvasok, ami azon a tartományon van, ahol Pál apostol jár és hirdeti az igét, hogy hogyan fogadják őt először, kézzelfogható lesz a különbség a keresztény hit és minden más vallás között. Apostolok cselekedetei 14. fejezetéből olvasom. Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt.
Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek el hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat, koszorúkat vitt a kapuk elé, és sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Mikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Mennyire más az evangélium, mint amit az ember magától tud csinálni. Áldozatokat hozunk, szertartásokat mutatunk be, erkölcsi normákat fogalmazunk meg, hogy így kell viselkedni, hogy így kell tisztelni az istenséget, hogy majd így lesz áldás az életünkre. Mennyire más az, az üzenet, ami ránk van bízva, hogy megéljük, hogy az Isten szeret már most. És az élet akkor kezdődik, amikor ebbe a szeretetbe belépünk igazán. És ő formál, visz bennünket, átalakítja az életünket. Nem azért, mert megfelelni kell, hanem azért, mert meghívott a maga szeretetében. A csoda, hogy már Isten megismert titeket. És ebben kell csak növekednünk, ezt kell csak megélni, és ebben megmaradni. Csoda ez, de ebben megmaradni, az harc, kemény küzdelem. Szükségünk van az evangéliumra újra és újra. Nem véletlen hát, hogy ilyen személyes hangvételű ez a levél, hogy ennyire szenvedélyesen szólítja meg a gyülekezetet Pál. De nem csak a hangvétele nem véletlen, hanem a tartalmával függ össze. Mert hogy amiért ilyen személyes, az nem azért van, hogy mindannyiunkban van egy bizonyos szintű pletykálkodási inger, hogy kibeszéljük a titkokat, hogy bepillantsunk a bulvár hírekbe, és megtudjuk, hogy ki kivel, mikor, hogy éppen, és mit csinált, és ez, és amaz. Nem ezért ilyen személyes az evangélium, hanem azért, mert nem lehet szétválasztani az Isten szeretetét és az életünknek a megosztását. Mert nem lehet az Isten szeretetéről értekezéseket írni, és itt befejezni. Mert nem lehet úgy hirdetni az evangéliumot, hogy ez egy szép tanulság, amit följegyzünk, rögzítünk kamerákkal, hát ha nem romlanak el, és aztán majd újra visszanézzük. Nem lehet így élni a kereszténységet, hanem csak a régi módon, hogy találkozunk, hogy megnyílunk, hogy megosztjuk önmagunkat is, hogy kézzelfogható, testet öltött lesz, amikor szeretetről beszélünk. Hát ezért ilyen személyes ez a levél, mert hogy az értelem és a szívnek a házasságát látjuk, hogy a kettő csak együtt tudja visszaadni az evangéliumnak a csodáját, hogy Isten szeret bennünket. Hirdetni és befogadni a Jézusról és a Jézustól kapott örömhírt, az csak az életünk megosztásával lehet. Ha ez a lépés kimarad, ha csak az újságban lapozgatunk, ha csak csatornák között váltogatunk, ha csak hír lesz, ami nem érint meg, akkor az nem volt teljes evangélium, akkor nem találkoztunk a valódi örömhírrel, csak ha az életünket is megosztjuk utána. És hogyha ezt értjük, ha erre ott van bennünk a készség, vágy, hogy megosztjuk, hogy megosszuk magunkat, akkor lesz igazán fontos az, amit itt találunk ebben a felolvasott igeszakaszban. Mert hogy nem is egy módját látjuk az életünk megosztásának, hanem két különböző módját. És nagyon fontos lesz a különbségtétel, hogy hogyan kell megosztani az életünket, hogy hogyan kell élnünk az Isten gyülekezetében, az Isten népeként. Az egyik módja, az a tévtanítóknak nevezi Pál őket, akik hatnak abban a gyülekezetben Pál távol létében. Nem ismerjük a személyüket, nem ismerjük a nevüket, csak a gondolkodás és a viselkedés módjukat.
Ugyanúgy megosztják magukat, ahogy Pál is megosztja. Ugyanúgy adják magukat bele a közösségbe. Ugyanúgy személyesek a találkozások, a beszélgetések, a közösség élete. Csak hogy nem csak magukat osztják meg, hanem a közösséget is megosztják. Mégpedig olyan értelemben, hogy szinteket állítanak fel, és azt mondják, hogy a hívő életnek vannak szintjei. És hogyha valaki a pogány hitéből megtért, már nem bikáknak áldozik meg, nem Zeusnak hódol, hanem tudja, hogy a ég és a föld alkotójának, Jézus Krisztusnak a nevét kell segítségül hívni, az már nagyon jó. De van ennél beljebb, de van ennél tovább. Az, hogyha az egész életedet az Isten szerint kezded el élni, ha a törvényeket is megtartod, ha azt, amit Mózes is elénk adott, ha a teljes szentírást a törvények betartásával együtt fogod követni, na akkor vagy igazán hívő, na akkor vagy igazán az Istennek a gyermeke. És ez a fajta megosztottság különös hatással van a gyülekezetben, mert lesznek a futottak még kategóriák, és lesznek a bennfentesek. És mindenki a belső körbe fog törekedni, és mindenki, aki kívül van, az kicsit szégyenkezik, meg egy kicsit kisebbnek érzi magát az igazán hívőkhöz képest. Bárcsak ne ismernénk ennek a dinamikáját, ennek a megosztottságnak. Mert hogy a másik minta, hogy mit jelent az életünket is megosztani egymással, az Pál apostolon keresztül van előttünk ebben a levélben. Ő is megosztja magát, ő is adja magát, de nem magához köti az embereket. Nem a saját mintáját, életét állítja példának, jól lehet meghív arra, hogy legyetek olyanok, mint én. De nem azért, hogy én ettől több legyek, hogy én ettől igazabb legyek, hanem azért, hogy Istenhez közeledjetek. Magához köti az embereket azért, hogy Istenhez kösse őket. Mekkora különbség ez. És ott van előttünk a történet, ahogy ő megérkezik ebbe a tartományba, és arra hivatkozik, annak a példáját adja elénk, hogy amikor megérkezett, akkor lehet, hogy beteg volt, nem nézett ki jól. A példa, amit mond, hogy a szemeteket is kiváltátok volna, és nekem adtátok volna, van, aki ebből azt gondolja, hogy szembetegsége volt, és ezért odaadták volna a szemüket is, mert annyira szerették, hogy mindenüket meg akarták osztani vele. De Pál azt mondja, hogy de nem engem láttatok, hanem az Istennek egy angyalát. Nem az én rúdságomra néztetek, nem arra, hogy nézek ki, hogy milyen vagyok betegen, vagy éppen lehet, hogy megverve, mert történt vele, az meg is kövezik. És azok után találkozik a gyülekezettel. Szóval nem az én testi szakadtságomra, vagy betegségemre, vagy összetört ábrázatomra néztetek, hanem Jézusra. Őt láttátok, akinek a szavát hallottátok, mert emberi hangot hallottatok, de Istennel találkoztatok. Ez a fajta maga megosztás, amit példaként ad elénk, hogy magamat adom nektek a szenvedéseimmel együtt, de nem azért, hogy hozzám kösselek, hanem azért, hogy az Istené legyetek egészen. És most ugyanerre hívja Pál apostol a gyülekezetet, hogy akkor ti most ne egymást méricskéljétek, ne azt hasonlítgassátok össze, hogy ki van beljebb, ki van előrébb, hanem arra csodálkozzatok rá, hogy az Isten ismer titeket. Nem az a fontos, hogy mi mit tudunk felmutatni a keresztény életünkben, hanem mindig az a legnagyobb csoda, hogy az Isten szeret és elfogad bennünket. Ezt adjátok tovább, ezt osszátok meg egymással. Ahogy az Isten befogadott, úgy fogadjátok be ti is egymást. Ne magatokhoz láncoljátok a többieket, ne holdudvart építsetek, hanem hadd növekedjen Krisztus a másik életében. Mert ővé a dicsőség. És Pál élete az Isten dicsőségét szolgálja. Hát nagyon fontos tanulsága van ennek, az ige résznek. Arra nézve nagyon fontos a tanulsága, hogy a gyülekezet és annak a vezetése hogyan kapcsolódik egymáshoz. Hogy mit jelent az egyházba tartoznunk. Akik hallgatják az igét, azok az ige hirdetőben ne az embert keressék, hanem az Isten üzenetét, ha tetszik az Isten angyalát, küldöttét.
akinek a szinkron hangján keresztül az Isten üzenete érkezik meg. Akkor hallgatjuk jól az ige hirdetést, ha közben imádkozunk. És nem azt nézzük, hogy jól áll-e a nyakkendő a tiszteletes úrom. Mert hogy az Istennel van dolgunk, az Istennel van találkozásunk az Isten tiszteleten. És ha ezzel az imádságos lelkülettel vagyunk jelen, akkor hallgatunk jól, hogy az ige hirdetők személye az csak csatorna, eszköz abban, hogy az Isten szólítson meg és öleljen át bennünket. És fordítva is igaz, hogy akik a gyülekezetet vezetik, akik hirdetik, akik továbbadják az örömhírt itt a gyülekezetben, vagy bárhol az embereknek, akik beszélnek Jézusról, azok ne a maguk népszerűségét, elfogadottságát vizsgálják, ne azt nézzék állandóan, hogy jönnek utánam, hogy szeretnek engem. Ne ez legyen a szolgálatuknak a mércéje, hanem az, hogy növekednek-e a gyülekezet tagjai Jézus Krisztusban. Hogy előrébb jutnak-e az Isten útján. Hogy győzni tudnak-e a maguk harcaiban. Hogy állnak-e még a hitben. Hogy ragyog-e még az evangélium, hogy örömöt jelent-e számukra. Hogy az Istennel lehetnek, és hogy az Isten ismeri őket. Minek örülsz igazán? Hadd kérdezzelek, csak úgy tesztképpen, hogy bekerülsz a gyülekezetbe, hogy tartozol végre valahova, nagy dolog. De mi ez ahhoz képest, hogy az Isten ismer téged? Nem az, hogy néhányan tudják a nevedet, és föltűnik, hogyha nem vagy ott, hanem hogy Isten tudja, hogy te ki vagy, és neki hiányzol, ha nem vagy vele. Ez az igazi kincs. Miért jössz az Isten népébe? Emberi közösséget találni? Tartozni valahova? Vagy tudod, hogy ennél sokkal több, amiről az egyház szól, hogy az Isten népe vagyunk, és ő gyűjt össze bennünket. És fordítva is, aki vezet, hadd kérdezzem tőlük önmagunktól, mit szeretnél? Minek örülsz? Annak, hogyha kifejezik az emberek a szeretetüket, ha mondják, hogy mennyire fontos, amit te mondasz nekik, ha szeretik a bibliaórákat, amiket tartasz, ha szeretik, ahogy Istenről beszélsz nekik, vagy az az igazán fontos, és abban van az örömöd, hogyha ők növekednek nélküled is, a keresztény életben és a hitben, Krisztusban, mert az Isten él bennük. Ez a vezetők igazi dolga, és az igaz öröme. Szeretnék azonban túlmenni ezen nagyon fontos üzeneten, hogy hogyan kapcsolódik a gyülekezet és a gyülekezet vezetése össze. Mégpedig egy kifejezés miatt szeretnék túlmenni, amit föl is olvastam a 19. versből, mert nagyon különös képet használ Pál apostol arra, hogy mit jelent az Isten munkájában részt venni, és megélni az Isten munkáját. Hadd olvassam újra ezért a 19. versét, Galatákhoz írott levél 4. fejezetének. Gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Ez nagyon különös, ez a kifejezés, és nem is csak azért különös, mert hogy Pál apostol férfi, és nyilván nem tud szülni, és mégis ezt a képet használja az ő munkájára, a gyülekezeti életre nézve. Az egyháznak a titka van előttünk, hogy miért nevezzük az egyházat anya szent egyháznak. És jó, erről ma közösen együtt hallgatnunk az igét, és keresnünk annak értelmét, amikor anyák napja van, mert jobban érthetjük az anyasságot is, hogy mit jelent Isten szerint anyának lenni. Tehát Pál most bármilyen különös is, mégis anya szerepben van, őrzi és táplálja a rábízott életet, befogadja, hordja, hogy aztán majd megszülje, hogy aztán majd önálló életre keljen és felnövekedjék. Nagyon bensőséges ez a kép, és én azt hiszem, hogy mindannyian tudunk ehhez kapcsolódni, mert hogy akármilyen is a családi történetünk, és akármilyen emlékeket hordozunk a gyerekkorunkról, az anyaölbe mindannyian vágyunk. Azt a védettséget, azt az elrejtettséget, azt a melegséget, azt az ölelést, azt egész életünkben keressük, amit megkaptunk, vagy nem kaptunk meg. De enélkül csonka az életünk. Mindannyiunknak, akárhány évesek vagyunk, borzasztó fontos ez. És fordítva is, az anyai érzés, hogy a szeretetnek az érzése,
hogy magamat adhatom valakinek, hogy minden figyelmemmel egy életre, egy másikra koncentrálhatok, hogy az egész életemnek az értelme most abban van, hogy neki mindent odadok. Az energiáim arra valók, hogy magamat testestől, lelkestől ő felé fordítsam, és az ő életét emeljem föl. Fantasztikus. A szeretetnek ez a megélése, amikor az ember így meg tud feledkezni önmagáról, és csak adni akar, és egészen varázslatos, amikor egy gyerek visszaülel, egészen varázslatos, amikor egy kisgyerek visszamosolyog az emberre, amikor a szeretet, ami a szemünkben ott van, mosolyra deríti a kisgyereknek az életét, vagy a másik embernek az életét, és ugyanez a szeretet visszasugárzik ránk. Csoda ez, mindkét oldalon. Az átöleltségben és az ölelésben is csoda. De milyen borzasztó lenne, hogyha ezt a csodát mi rögzíteni akarnánk, és azt akarnánk mondani, hogy hát egész életünknek ez az értelme, és egész életemben ezt szeretném. Annyira jó, hogy egy újabb élet van bennem is, hogy az életem a másik élettel összefor, és tudom, hogy mi a dolgom, és nem szülöm meg. Mert az fáj. Hát azoknak mondom, akik nincsenek itt, csak néznek rám a többiek döbbent arca, hogy mit gondol ez? Hogy nem szülöm meg? Mert hogy olyan jó ez az édes, ez a bensőséges, ez a bizalmas, ez a szeretet, ez a törődés, ez a figyelem. Nem, úgy alkotott meg Isten bennünket, hogy az az élet, amit benn nevelkedik, kijöjjön. Bármilyen fájdalmas is a szülés, bármilyen fájdalmas is az elválás, így van rendjén. Mert belehalnánk, ha nem ez történne. Az egyházra nézve nagyon fontos ennek az üzenete. Hogy akkor vagyunk a helyünken, hogyha önállóvá tudunk nőni, ha befogadnak bennünket azért, hogy aztán megálljunk a hitben, hogy megérezzük az Isten szeretetét másokon keresztül azért, hogy ez bennünket megtartson, és tovább tudjuk mi magunk is adni, nem magunkhoz láncolva a másik embert, nem összenőve vele minden módon, köldök zsinóron függve egymástól, Krisztushoz kapcsolódva minden módon, és benne növekedve minden módon, hogy benne nagykorúak legyünk, hogy tőle el ne térjünk. Ezért van helye az ölelésnek, ezért van helye az anyaméhnek, ezért van helye a növekedésnek, a védettségnek, a szeretetnek, hogy ezt tudjuk majd megosztani egymással, hogy így tudjunk majd szolgálni, és így tudjunk majd szabadon engedni másokat is. Mennyire más, amikor valakik azért ölelnek, hogy el ne engedjenek. Mennyire más, ha szinteket hozunk létre, hogy valaki már nagyon hívő. Mennyire más, ha méricskélünk folyamatosan, hogy na az már olyan hívő, hogy az már már nagyon, már a szent fazéknak az illata is szent lesz. És ez nem viccnek akarom mondani, mert fájdalmas. Fájdalmas a méricskélés, fájdalmas az ítélgetés, fájdalmas az elutasítás, a meg nem felelés, hogy nem tudok olyan jó lenni, hogy nem tudom megcsinálni. Fájdalmas a skalpvadászat, hogy hányan lájkolták, hányan nézték ennek a gyülekezetnek az istentiszteleti közvetítését, mert ez jobb, mint a másik, biztos értitek. Fájdalmas, nem arról szól, aminek szólnia kell az egyház élete, ha így élünk benne. Ha van szeretet, ha van befogadás, az azért van, hogy az Isten szeretete átjárjon bennünket, hogy önállóvá tegyen, hogy felnövekedjünk mi is Krisztusban, hogy ezt a szeretetet tovább tudjuk adni másoknak, hogy ne magunkhoz láncoljuk, miközben magunkat adjuk egymásnak, hanem hogy Krisztus lehessen naggyá, hogy megmaradjunk ebben a csodában, aminek nincs párja, hogy nem megfelelni kell, hogy befogadjanak, hogy jó legyek a gyülekezetben, vagy az Isten közösségében, Isten népében, hanem engedni, hogy az Isten szeretete átformálja az életünket, hogy az Isten igazsága megigazítson. És ha az igehirdető rosszat mond abban az értelemben, hogy nem tetszik nekem, amit mond, ahogy itt van a Galata levélben, azért, mert az igazságot mondom, már az ellenségetek vagyok, akkor tudjam az Isten előtt meghajtani magamat. Hogy az Isten dicsősége legyen nagyjá
mindannyiunkban. Nem lehet az egyházban úgy élni, hogy az életünket nem osztjuk meg egymással. És nagyon furcsa most erről az üres templomban beszélni, de hadd hozzam ezt a képet, testvérek, hogy miközben tele van a templom, akkor is lehet üres a templom. Mert hogy olyan, mintha csak a ruhánkat küldenénk be, olyan, mintha csak a magunkra öltött kifejezéseket, hogy hogy kell viselkedni, hogy hogy kell ülni, hogy hogy kell nézni, hogy hogy kell énekelni a templomot, csak azt beküldjük. Mi meg valahol kint vagyunk közben. Bár csak értenétek a képet, amit akarok mondani. Lehet tele a templom úgy, hogy mi nem vagyunk benne, mert nem osztjuk meg magunkat egymástól. Nem azt éljük meg akkor, amit Isten az Anya Szent Egyházról elgondolt, hanem azt, hogy osszuk meg egymással az életünket. De nem azon a módon, hogy magunkhoz kössük, hogy megfeleljünk, hanem azon a módon, hogy Krisztus növekedjék, hogy szabadon engedjük, hogy fölszabadítsuk egymást, hogy a másik szeretetén keresztül én Isten szeretetét hadd érezzem meg, hogy aztán az, amikor engem megigazít, engem formál, és felnővekkedett emberré tesz nagykorúvá Krisztusban, én magam ugyanezt adjam tovább. Hát adja meg Isten, hogy ebben legyen nekünk részünk. És ha valaki nem ismeri a keresztény hitnek ezt a csodáját, azt hívom, hogy jöjjön és fedezze fel, milyen az Isten szeretete, igazsága, szentsége, milyen ezt megélni, hogy Isten ismer téged, és nem megfelelned kell, hogy elfogadjon. Már elfogadott. És szabad vagy ő hozzá, ő vele fölfedezni az életet. Ha valaki pedig már befogadta ezt, ha valaki megszületett már Krisztusban, hadd hívjalak benneteket, hogy növekedjünk együtt a szeretetben. Abban a szeretetben, amelyik magát adja, de nem úgy, hogy magához láncol, hanem hogy minden módon szeretné munkálni a másik életében, hogy növekedjen Krisztus Jézusban. Adja meg, hogy ez legyen az életünk a gyülekezetben, adja meg Isten, hogy visszatérjünk a találkozásokhoz, és adja meg, hogy ezt a fajta szeretetet tudjuk megélni a családjainkban is. Nem magunkhoz láncolva egymást, de magunkat adva a másiknak, hogy az önálló lehessen, hogy ő is szabad legyen szeretni. Ámen. Tartsunk rövid csendes percet, az imádságnak az ideje ez. Forgassuk magunkba mindazt, ami elhangzott, és aztán majd közösen imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük a te igaz híredet, az evangéliumot. Köszönjük, hogy nem a megfelelésünket várod, hanem a kincset ajándékozod nekünk. Fürödhetünk a te kegyelmedben. Megformálódhat bennünk a te akaratod. És ez a hír, ez az igaz hír minket vesz birtokba. Köszönjük, hogy így szeretsz. És köszönjük, hogy ismersz, tudod a helyzetünket, ismered a nehézségeinket, mindenestül a tieid vagyunk, a kezedben vagyunk. Hadd kérjünk külön is ezen a napon az érettségire készülőkért, te tudod az ő jövőjüket, azt a sok-sok ajándékot, amit nekik adsz, hadd ne kelljen félniük most ettől az akadálytól, hadd menjenek oda örömmel. És könyörgünk azokért, akik értük fáradoztak hosszú éveken keresztül az ő tudásukért, az ő növekedésükért, és most is ő értük fáradoznak. Áld meg őket gazdagon,
és legyenek a te kezedben, a te biztonságodban mindannyian. És köszönjük ezen a napon az édesanyákat, édesanyánkat valamennyien, akár él és a közelünkben van, akár messze van, akár nincs már ezen a földön. Köszönjük a te kimondhatatlan ajándékodat ő bennük, és hogy mindez tőled van. Köszönjük, hogyha valami jót, maradandót adhattak és adhatnak, annak te vagy a valódi forrása. Segíts, hogy ez így legyen, és ezt naponta tudjuk mindannyian megragadni, kérni, hozzád menni, azért a szeretetért, amit továbbadhatunk. Add, hogy gazdagítsuk egymás életét, akár gyermekekként, akár szülőkként, vagy bárhogyan. Add, hogy te legyél a forrás az életünkben. És hálásan köszönjük neked az Anya Szent Egyházat, amit elterveztél és létrehoztál bűnös, hibás emberekből, úton járó, botladozó emberekből, de köszönjük, hogy te vagy, a te lelked van benne középen. Ezért hálásan köszönjük, akik minket befogadtak, akik a mi növekedésünket segítették és segítik, és hát, hogy hadd váljunk mi is ilyenekké sokak számára. Hadd fogadjuk be egymást a te nevedben. Hadd kerüljünk közelebb egymáshoz a te szereteteddel. Hadd áldozzuk oda önmagunkat a te áldozatodból, és hadd formálódjék bennünk a te kincsedek közben. Kérünk, hogy legyen az egész világon a te néped ilyenné. Legyen egy nép, egy sereg, akik a te befogadásodról beszélnek, ezt élik, és te add a növekedést e közben, egészen addig, amíg visszajössz a te hatalmadban, Jézus Krisztus. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések elején hadd mondjam, hogy mindig jó ünnepelni az Isten szeretetét, és olyan jó, hogy ezen a mai napon az édesanyák szeretetét is tudjuk ünnepelni. Hát ez a mai anyák napja nyilván nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, de talán a lényegre mégiscsak annál jobban fölhívja a figyelmünket, hogy mennyire fontos az ölelés, hogy mennyire fontos annak kifejezése, hogy a szeretet az nem múlik el nyom nélkül, hogy azért mindig hálásak vagyunk, és minél többet adunk, annál több lesz. Én hadd bátorítsak mindenkit erre, hogy legyen ebben leleményes, de még inkább kitartó és bátor kifejezni a szeretetet. Hadd mondjuk el ezt egymásnak, ezen a mai napon is legyen így. És kérem gondok urat, hogy a gyülekezeti életünknek a híreit ő mondja. Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Legelőször heti alkalmainkat szeretném hirdetni. Kedden este 19 órakor és szerd reggel 8 órakor tartunk bibliakört. Aki szeretne csatlakozni, az a szentendre@református.hu címen tud. Egyelőre még online módon tartjuk ezeket az alkalmakat továbbra is. Ugyancsak az ifi kör pénteken 19 óra 30 perckor lesz ugyancsak online, illetve vasárnaponként, amint ez a mai napon is történt, 9 óra 45 perctől gyerekeknek szóló üzenetet közvetítünk, kérjük a testvéreket, hogy így készüljenek.
Ugyancsak kérem a testvéreket, hogy figyeljék a honlapunkat, ahol folyamatosan frissítjük a istentiszteleti alkalmainkra, gyülekezeti életünkre vonatkozó információkat. A honlapi napon fog ülésezni a zsinat, református egyház zsinati elnöksége, és döntést fognak hozni arról, hogy innentől kezdve hogyan folytjon a hitéletünk, illetve ajánlást fognak adni a gyülekezeteknek, hogy hogyan folytassuk a hitéletünket, tekintettel arra azokra az intézkedésekre, amik ezen a héten történtek. Szeretnék egy különleges alkalmat is hirdetni, ez május 14-én csütörtökön 19 órakor lesz, a férfi kör újabb online imaköre együttléte. A témája nagyon izgalmas, a férfi szerepe Isten eszközeként a családban, örökség mi az, amit magunk után hagyunk. Én szeretnék minden testvért buzdítani arra, hogy csatlakozzon ehhez a férfi körhöz. Az egyetlen feltétel, hogy csatlakozni kell hozzá. Semmi más feltétel nincsen, tehát kicsit hasonlít talán a evangéliumhoz. El kell fogadni, hogy egy ilyen körnek is lehetek tagja. És most online módon talán még egyszerűbb is, mint fizikailag eljönni. Szeretném azt is hirdetni, hogy óvodánk elhivatott keresztény óvodapedagógust keres, ennek a részleteit a honlapon találják meg a testvérek. Isten tiszteletünket a Szentendre TV minden vasárnap 17 órakor közvetíti, tehát ha valaki online nem tudja megnézni, vagy szeretné megnézni tévén keresztül is, akkor délután 17 órakor ezt meg tudja tenni. Illetve szeretettel várunk testvéreket, az Isten tiszteletre stábra jelentkezőket. Hirdetem azt is, hogy a persejpénzt nagyon köszönjük mindenkinek, aki rendszeresen utalja a persejpénzt. Ha valaki ezt nem tudja megtenni, akkor tegye csak félre egy borítékba, és majd amikor legközelebb találkozunk, akkor hozza el magával. Illetve szeretném újra hirdetni, hogy felállított a gyülekezetünk egy segélyalapot, Titus segélyalap névvel, aminek köszönjük szépen az adományokat, amik megérkeztek, és amennyiben látunk olyan testvért a környezetünkben, aki esetleg szükségben szenved, de lehet, hogy önmaga nem mozdulna, nem kérne, sokszor kérni nehezebben tudunk, mint adni, akkor azt szeretném kérni a testvéreket, hogy jelezzék nyugodtan felénk, akár e-mailbe, akár telefonon, és akkor mi megpróbálunk ebben az ügyben intézkedni, hiszen a segélyalap lényege azért az, hogy segítsük azokat, akik most nehéz helyzetbe kerültek. És ugyancsak a Reformátusok lapja továbbra is jár, ha valaki igényt tartana rá, akkor szívesen kivisszük neki. Kérem ezt is a szentendre@református.hu e-mail címen vagy telefonon jelezze nekünk. Áldás, békesség! Záróénekünk a 463. dicséret lesz. 463. dicséret valamennyi versét énekeljük. Study.
Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő arcát, és adjon te néked békességet. Amen. Áldás békesség.